Gergely Tamás a hétvégén megtartotta primíciáját a szülőfalujában, Rudabányácskán. Már gyermekként tudta, hogy pap szeretne lenni, és szerette, illetve barátai is segítették ebben. Az esemény keretein belül meg is köszönte mindenkinek, aki segítette abban, hogy célját elérhesse. Mária Pócson szentelték pappá a Miskolci Egyházmegye zarándoklatán. Gergely Tamás elmondta, azért tartja fontosnak, hogy Rudabányácskán tarthatta első liturgiáját, mert ebben a közösségben nőtt fel, és ennek a templomnak a falain belül alakult ki a hivatása, a lelki atyáknak és az imádság szeretetének köszönhetően. Igazából már egy éve a diakónusi szolgálatomat azt ott töltöttem Miskolcon, a közösséget úgy nagyjából megismertem. Nyilván Rudabányácska egy pici falu, ahonnan ugye származom, meg ahol felnőttem, és mindig ide jövök feltöltődni, hiszen ez egy nagyon nagy város, a maga mozgalmasságával nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk ott Miskolcon, tehát azért szokni kell azt a helyzetet, de nagy kihívással és nagy várakozással tekintek erre a szolgálatra. Demkó István görög katolikus paphíradónknak elmondta, hogy Tamás azon hittanosai közé tartozott, akik minisztráltak, és már akkor azt mondta neki, hogy pap szeretne lenni. István végig segítette és támogatta útján, hogy sikeresen elérhesse célját. Nagyon sokszor ott volt, oszlopos tagja volt, ő is, családtagjai, akár a gyerekek a kis hittanórán, az apukák a felnőttek hittanóráján, az édesanyák elbeszélgettek a kedves feleségemmel, és aztán, amikor eljött az ideje, hogy felvételt nyert Tamás, akkor mondtam a híveknek, hogy Tamásnak már akkor megvolt a hivatás, amikor én ide kerültem, de viccesen mondtam, hogy büszke vagyok, hogy a kedvét nem vettem el a 10 év alatt, hanem sikerült megerősödnie abban a hivatásban, ami egy nagyon szép hivatás. Az első gondolat talán, ami úgy eszembe jut, az az, amikor Jeruzsálembe fölmennek a görögök, és azt mondják Jézus tanítványainak, hogy látni akarjuk Jézust. Én azt gondolom, hogy Tamás nagyon jól tudja, hogy neki is ez a feladata. Hogy az emberek látni akarják Jézust, és hogy ő megmutassa az embereknek a megváltó Urunkat, megmutassa azt, hogy élő Istenünk van, megmutassa és megszerettesse, közelebb vigye az embereket az Istenhez, és az Istent az emberhez. Tamás első szent liturgiáját végig kísérték szerettei, és az esemény végén megvendégelte az ideérkezőket.